Tehát sem önök, sem majd a képviselők, amikor szavaznak egy ilyen mentelmi jog felfüggesztéséről, semmivel sem tudnak többet, mint mi, akik olvastunk. Annyiban, róla. Hogy a képviselőnek egyrészt őt megválasztották, van törvényi felhatalmazás a képviselőnek arra, hogy ő döntsön. Hogy ez így van, amióta a parlament van a világon, hiszen a mentelmi jogot azért találták ki, hogy mondjuk a királlyal, vagy a kormánnyal, vagy valamilyen más csúnya szervezettel szemben megvédje a parlamentet. A nem elsőből a képviselőt, a parlamentet is. És azért volt már olyan eset, mondjuk a Rákos rendszerben tömegével, hogy amikor a mentelmi jogot felfüggesztették, és másnap már a képviselő börtönbe vagy Szibériába találta magát, de hozzáteszem, már ebben a demokráciában is volt egy furcsa eset. Biztos emlékszik rá, senki nem szerette Szabadi Bélát, mert nem igyekezett olyan viselkedni. Arra én nem emlékszem, hogy senki nem szerette Szabadi Bélát. De valaki biztos szerette, csak azt mondom, hogy volt egy mentelmi jog felfüggesztés, ami arról szólt, hogy a első osztályon utazott a repülővel, segítette a fradi finanszírozását, és hogy valami drága vacsoraszámlát hozott össze Thaiföldön. És ebből az lett, hogy másnap felfüggesztették este a mentelmiüket, és reggel bilincsbe verve elvitték. Volt egy kicsit. Szibériáról még nem hallottunk. Szibériáról remélem, hogy nem is hallunk. Szibériáról az. Mi van Juhászné Lévai Katalinnal? Tehát ő vele viszont az történt, meg szocialista képviselőről beszélünk, akit az ügyészség közokirat és magánokirat hamisítással gyanúsít, vagy ez emiatt nem gyanúsít, emiatt nyomoznak ellen. Egész pontosan, szocialista képviselőnő, a mentelmi bizottság a mentelmi jogának felfüggesztését javasolta, 9-1 arányban, tehát szinte egyhangulag, majd az országgyűlés nem szavazta meg. Igen, és ő maga is kérte a mentelmi jogának a felfüggesztését. Saját maga is kérte a mentelmi jogát. És a képviselők meg is úgy döntöttek, hogy nem adják ki. Hozzáteszem, bizottság elnökeként minden politikai minősítés nélkül megint kell, hogy mondjam, hogy bár ez valószínűleg nem kell, hogy sokaknak tetszen, sőt jogosak a kritikák, de a törvényesen döntötte az országgyűlés. Valószínűleg, hogy az is lehetett a háttérben, hogy Hajdú megyében elég nagy pereskedő hírek és hangulatok vannak, tehát vannak ennek előzményei, meg párzamos, tehát nagyon sok megkeresés érkezett. Én ugyanis a felfüggesztésre szavaztam, tehát én nem vagyok a képviselőtársam agyában, nem bírok belefészkelődni, hogy ők miért döntöttek így. De nem lehet, hogy ez valami tévedés? Tehát, hogy maga az érintett azt kérje, hogy függesszék fel a mentelmi jogomat. Amiket Juhászné Lévai Katalin nyilatkozott, azok ilyen tiszta sornak tűnnek, tehát ő valami KHT adatait a cégbíróság felé később adta le állítólag, illetve olyan papírt írt alá, amit már egy ügyvéd ellen jegyzett, tehát teljesen biztonságban érezte magát. Na mindegy, szeretné magát tisztázni. Erre ő is kéri, mondani, hogy mentelmi jogát függesszék fel. Erről a képviselőtársai így kiszúrnak vele, és nem függesztik fel. Mentegesen ezt a helyzetet, ez a 15. volt sajnos 16 év óta, de azt kell, hogy mondjam, hogy a közbizalom hiánya olyan nagy mértékű ma ebben az országban, és a közállapotok annyira furcsák, hogy egyrészt a társadalom nem bízik a maga által választott képviselőkben, az alkotmányos tézők nem bíznak egymásban, ügyészség, kormány, pártok, tehát egy olyan össze-vissza hangulat van ebben az országban, hogy ezzel tudom összehozni. Ráadásul, mint mondottam, Hajdú megyében a politikusok még rendkívül sokat pereskednek tehát, egymással. Ez az össze-vissza ország állapot így a képviselők fejében. Igen, és a képviselők ilyen ebben az országban élnek, és együtt idegesek a néppel, és együtt frusztráltak, ahelyett egyébként, hogy az ország dolgai foglalkoznának. Tehát ezért én, ha ideges vagyok, akkor maximum földhöz vágok otthon egy tányért, maguk meg törvényeket alkotnak. A képviselő sokszor nem bír addig válni, hogy hazaér, hogy odavágja az üveget, bárnak a felesége nem örülne, viszont sokszor sajnos az idegességét, a frusztrációját a parlamentbe fejti ki. Én erre gondolom, ezt a Hajdú, még egyszer mondom, ebből más megyékben is volt a korábban, de az utóbbi két évben nagyon sok pereskedés volt közéleti szereplők között egymás ellen a Hajdú megyében. Valamikor a kisgazdák kereskedtek ebben, el is tűntek a politika színpadáról. Remélem, hogy a többi politikai erő is tanul ebből, és nem elsősorban pereskedés, hanem vitával próbálja dönteni a Na, egymás ügyeit. Na várjuk a folytatást. Köszönöm szépen, hogy itt volt. A parhant nem a világ közepe, de a lakók 70%-a aktívan használja az internetet. Üdvözöljük a parhanton! Az internet előtt is megnőttek ugyanúgy a növények, csak most sokkal több időnk van velük foglalkozni. Nagyon sokrétűen használjuk az internetet, nyomtatványok letöltésében, pályázati anyagokban, elektronikus bevallásokhoz. Ezt a rakodót is az interneten keresztül pályáztam. Internet a parhanton bevált, önnek is beválna. Kérdezze ismerőseit, gyermekeit, unokáit, vagy hívja a 189-et. 1956 közös történetünk. Minden család őriz emléket az 52 évvel eseményekről. Történeteket, amelyeket el kell mondanunk gyermekeinknek, unokáinknak, hogy tovább éljen a forradalom és a szabadság hőseinek emléke.
Történeteket, amelyeket meg kell hallgatnunk szüleinktől, nagyszüleinktől, hogy felidézhessük és megértessük 1956-ot, közös történetünket. Hét év alatt 1300 milliárd forinttal támogatjuk a vidék fejlődését. Ez az Új Magyarország vidékfejlesztési program. Szépítsük falvainkat, óvjuk vidéki örökségünket, újítsuk meg köztereinket. Fejlesszen ön is, és november 30-áig igényelje a rendelkezésre álló támogatásokat. Részletes információk a www.umvp.eu oldalon találhatók. Készült az Új Magyarország vidékfejlesztési program irányító hatósága megbízásából. Hét év alatt 1300 milliárd forinttal támogatjuk a vidék fejlődését. Ez az Új Magyarország vidékfejlesztési program. Támogatjuk a mikrovállalkozásokat és a falusi turizmus fejlesztését. Több mint 93 milliárd forintot költünk a vidéki munkahelyek megőrzésére és bővítésére. Fejlesszen ön is, és november 30-áig igényelje a rendelkezésre álló támogatásokat. Részletes információk a www.umvp.eu oldalon található. Készült az Új Magyarország vidékfejlesztési program irányító hatósága megbízásából.